És akkor ugye elkészültem ezzel a floppy meghajtó javítással, fogalmam nincs, hogy működőképes lesz ez a fejmék, semmit nem tudok róla, most fog beleugrani a macél málnásba, ugyanis ki fogjuk próbálni, mégpedig len úgy, hogy van itt nekem egy működő 1571-en, ami egyébként működik, ezt majd most szét fogom szedni, és ki fogom cserélni erre a mechanikára, a benne lévő mechanikát, és meg fogjuk nézni, hogy működik-e. Nem tudom, nincs jobb ötletem. Igazából az egész projekt ezen áll vagy bukik. Azt tudni kell, hogy maga az elektronika, ugye mondtam is már, hogy nagyon-nagyon szét van még az is szedve, de ugye ez az alap, mert ezzel nem tudok végképp mit kezdeni, az elektronikát azt meg tudjuk javítani, de ezen fejet egyszerűen nem lehet hozzá kapni sehonnan már új fejet, tehát ha ez sikerül így rendbe rakni, akkor folytatódik a projekt, ha nem, akkor pedig sajnos véget fog szakadni, mert nem tudom megjavítani, és tulajdonképpen itt meg fogunk állni. De nem beszélek tovább, szedem szét magát a 1571-et, és rakjuk bele ezt a mechanikát. Szóval a következő, ezt itt félre is teszem ezt a mechanikát egyelőre, itt van a 1571, megfordítjuk, és ugye kivesszük belőle a csavarokat, ugye ebben van egy pár darab csavar. Így, megfordítjuk. Ugye amit még le kell erről venni, ezt le kell húzni róla magát a kart. Ugye levesszük róla, és akkor ugye le tudjuk emelni magát a fedelet. A fedelet ide félretesszük. Őt is, és akkor itt van ugye a mechanika, hát ő picit jobb állapotban van, de ugyanaz a Micsumi mechanika van benne egyébként. Nem probléma, bontjuk tovább széte a meghajtót. Le is jött, ugye ez a fedél lejött. Hát ugye ő nagyságrendekkel szebb állapotban van, mint ez a másik. De lényegtelen, a lényeg az lenne, hogy működőképes legyen, és akkor most azt fogom csinálni, hogy ugye első körben megjelöljük ezeket a csatlakozókat, hogy melyik hogyan állt. Ugye kivesszük a csavarokat, ugye. Ugye ezt megint érdemes valahogy megjelölni, mert nincsenek pozícionálva ezek a csatlakozók, az az igazság. És így azért ezzel vigyázni kell, mert nem mindegy, hogy hogy csatlakoztatjuk föl. És akkor ugye még azt is érdemes megnézni majd mindjárt, hogy ezen a másik meghajtón hogyan vannak a csatlakozók. Ugye ezt érdemes megnézni, hogy ha itt megnézem, ugye így megy föl a csatlakozó. Hát gyanítom, hogy itt is hát ugye nagyon nem mindegy, hogy melyik az alja meg a teteje. Ott be van jelölve mondjuk, de nézzük meg. Jó, ezt őt most óvatosan félretesszük. És hát ugye ugyan erőzen most nincsen rajta a tartó rész. És ez így nem is lesz jó. Mindjárt megnézzük, hogy a tartó vasok megvannak-e hozzá. Ugye az a lényeg, hogy a motor tudjon forogni. Ez tud menni, aktuátor is tud menni. Jó, így fogjuk próbálni. Azt mondja, hogy csatlakozók. No, összeraktuk. És akkor most jön a próba, megpróbáljuk, hogy történik-e valami, aminek történni kell, meglátjuk, mindjárt megtörténik, aminek történni kell. Ráteszek egy kart, hogy le tudjam majd a lemezt tenni, és akkor összecsatlakoztatom, és megnézzük, hogy milyen lett, vagy hogy mit csinál. Na és összeraktam a tesztet, ugye? Próbáltam úgy rakni, hogy ugye majd itt a kamerával is tudjam nektek ezt venni, hogy úgy minden látszódjék benne. Még lehet, hogy rakok is hátrébb egy picit a kamerát. Így. Ugye ott van a TV képernyő, itt van a C128, itt van maga a meghajtó. Nézzük, hogy mi történik, hogyha bekapcsolom. Igazából itt a meghajtóra ráfókuszálunk, és akkor megnézzük, hogy mi történik, hogyha bekapcsoljuk a meghajtót. Ugye összeraktam, és nézzük. Motor elindult, fej megmozdult, nincs hibajelzés. Tehát ez már jó, tehát nincsen hibajelzés, nem villog a power led, ez itt teljesen rendben van. Bekapcsolom a számítógépet is. Hopp, mozgott a fej,
Tehát a szervó biztos, hogy rendben van, pozícionálta a fejet, ugye remélem figyeltétek, tudott mozogni a fej, ez is teljesen rendben van. Ide majd még azon gondolkozok, hogy lehet, hogy egy kicsi szilikon zsírt majd teszek, hogy könnyebben tudjon mozogni, de ez így rendben van. Hát nézzük meg, hogy mi történik, ha teszek bele a lemezt. Beraktam a lemezt, és hát ugye most ugrik a maci a málnásba, nyomok egy direktorit. Nem hiszem el. Látjátok? Látjátok? És működik, és működik, és olvas a fej. Igaz, van egy kicsit érdekes hangja a mechanikának, egy kicsit ilyen surlódó hangja, de működik. Nem hiszem el. A zsilett penge bevált. Hihetetlen, komolyan mondom, most ez egy nagyon nagy öröm számomra, de még nem kiabálom el, a könyvtárat beolvasta, és ez ráadásul dupla rétegű lemez. Most ugye azt fogjuk csinálni, hogy megpróbálok beolvasni róla elejéről, közepéről, különböző helyekről programot, mert ugye, ezt nem tudom megmondani, hogy most per pillanat melyik programot hol, melyik részén tárolja lemeznek, ugyanis az fontos lenne, hogy ugye lássam, hogy mind a két fej olvas. Ha ez megvan, akkor utána lesz a következő, megpróbálom formázni egy lemezt. Ha le tudja formázni C128-as módba, akkor biztos, hogy jók vagyunk. Úgyhogy nézzük meg ezt a programolvasást, vagy tudjátok mit, nem is, formázzunk először. Nézzük meg a formázást, mert ha a formázás működik, akkor nem kell várnunk arra, hogy magát a játékokat beolvassuk. Keresek, itt van üres lemezem. Ez üres lemez. Szuper! Nézzük meg, ugye ezt kiveszem, mert ezen játékok vannak. Berakok egy üres lemezt. Nagyon jó. Nézzük, hogy mi van. Ugye egy picit a fej súrol, most azt nem tudom, hogy nem-e erős ez a rugó egyébként. Lehet, hogy ezen a rugón egy kicsit gyengíteni kéne. Mindjárt megnézzük, várjunk, csak nézzük csak. De nem tudom, hogy nem az a baj, hogy túlságosan erős a... Nem. Ez valahol máshol olyan surlódó hangja van, de... Tudom, hogy minek, várjatok csak. Jó, tudom, ennek a résznek tudjátok, amit csináltam, ezt még szét fogom szedni, ezt be fogjuk még egy picit zsírozni, mert itt ez súrol nagyon. Itt van egy súrlódó hang alatta, ezen még valamit csinálok. Ezt megcsinálom, és akkor utána nézzük ezt a formázásos tesztet, mert engem zavar, hogy ez nagyon súrol, nem akarom ezt így járatni. Megnéztem, igazából nem tudok rájönni, hogy miért van egy picit ilyen zajos hangja, de nem a motornak, hanem ennek a felső résznek szétszedtem megint, teljesen jó, valamiért ilyen kicsit súrlódó hangja van, de könnyen fut, ez legyen a legnagyobb probléma, és akkor nézzük meg valóban ezt a formázásos történetet. Tehát híder, vesző, diszk, vesző, i, 0-1, vesző, device 0, vesző, U8. És akkor ez ugye egy formázás lesz, hát nézzük. Biztos? Igen. És ugye elkezdte formázni magát a lemezt. Bad disk error, azt mondja, hogy hibás lemez. Na, ez érdekes, ugye ez most van egy formázási hibánk. Directory, tehát a könyvtárolvasás megy, de nem tudja formázni, vagy én írtam el valamit. Lehet, hogy bajok lesznek még itt a fejjel sajnos. Lehet, hogy korai volt az örömöm. Átmegyünk C64-es módba. Itt megy. Ugye a fejet kell nézni, hogy mozog-e.
Itt megy a formázás. Csak ugye ez a baj, hogy ilyenkor egyoldalas a formázza a lemezt. Egyelőre működik a formázás. Megvárjuk, kíváncsi leszek, hogy most ezt le kell tesztelni. Ha egyébként, ha le tudja formázni a lemezt, meg tud róla olvasni, akkor jó eséllyel van esély rá, hogy jó lesz maga a meghajtó. Meglátjuk. Egyelőre most ezt egy kicsit tesztelgetnem kell. Én azt gondolom, hogy most leállítom a videót, megy a formázás, egy kicsit tesztelgetem ezt a dolgot, és utána majd folytatjuk a videót, és beszámolok, hogy mi történt, hogy mit sikerült felfedezni. Ezt most nem videózom végig, mert ez most csak egy ilyen tesztelgetés lesz, ugye maga a formázást is elég végigvárni. És akkor igazából ezt még bezárom close-zal, hogy lássam, hogy mikor ért véget a formázás. De megnézzük még, hogy két oldalasra tudja-e formázni a lemezt mindenféleképpen, mert az lenne a biztos. Akkor azt jelenti, hogy mind a két oldalon megy az írófej rendesen. Ha tudja olvasni a lemezt, amit mondtam, hogy kipróbálom különböző helyekről a játékoknál, akkor az is működik. Hát illetve van egy olyan megoldás, hogy még egy performance tesztet majd futtatok rajta, meg még egyéb teszteket, és akkor az is elárulja, hogy maga egyébként a működik-e maga a meghajtó rendesen, meg az olvasófej. Hibát nem jelez, leformázta. Megnézzük egyébként. Igen, csak ugye 664 blokkra formázta le itt a lemezt. Ugye ezzel ez a probléma, hogy ez így nekünk nem jó, mert nekünk ezt 1571-es módba kellene formázni. Nem baj. Megpróbálkozom, még tesztelgetem, és akkor mondom, hogy mi újság van. Nagyon érdekes a jelenség, megmondom őszintén, nem tudom most teljesen hova tenni a dolgot. Ugyanis, ha átmegyek C64-es üzemmódba, C64-es üzemmódba gyönyörűen leformázta két oldalasra a floppy lemezt, mindenféle hiba nélkül. Valami más itt a probléma, tehát valami más probléma van itt szerintem. Még az sem kizárt, hogy nem valami árnyékolásbeli hiba miatt csinálja. Ez egy érdekes jelenség. Működik egyelőre, úgy néz ki. Most én azt gondolom, hogy azt fogom csinálni, hogy elindítok rajta egy performance tesztet. És megnézzük egy performance teszttel, hogy mit szól ehhez a meghajtóhoz. Nézzük is meg, hogy a következőképpen működik ez a dolog. Hogyan tudunk performance tesztet csinálni. Ugye alapvetően van nekem egy tesztlemezem ehhez, mégpedig lenne 1571 C128-as diag lemez. Következőképpen fog ez történni. Kivesszük ezt a lemezt, erre még szükségünk lesz arra az üres lemezre. Visszamegyünk C128-as módba. Ez fejbeállítási probléma lesz valószínű, mert ugye ezt a lemezt én a másik meghajtóval kiírtam és működik, ezt meg nem tudja olvasni, tehát itt van egy olvasási hiba, most per pillanat. Nézzünk csak meg egy másik lemezt, egy másik lemezhez mit szól. Lehet, hogy itt valami más a probléma lényege. No, hát én próbálom keresni a hibát, hogy mi lehet az oka ennek az egész történetnek. Ugye elindítottam egy performance tesztet, ugye ez 1541-es teszt, mert nem tudtam a lemezről leindítani magát a programot, mert hibát dobott. Na most a következő a hiba. Nézzétek meg, elindítok egy performance tesztet, ránagyítok oda a képre. És ugye, már most is ki lehet olvasni egyébként a hibát, de beteszek egy lemezt. Rögtön azt látjuk, hogy a sebesség le van esve 292, és ingadozik a sebesség. Most ugye a poén az, hogy ebben ez nem ingadozhatna, hiszen ebben a drive-ban olyan motor van, olyan háromfázisú motor, ahol itt nem ingadozhatna a sebesség. Viszont, ha picit megnyomom a keretet, akkor azt látjuk, hogy azonnal beáll a sebességünk. Ugye azt tudjuk leszűrni, hogy
maga a meghajtásnál van egy olyan probléma, lekapcsolom, hogy maga nem szorítja eléggé a lemeztől, és megcsúszik a lemez meghajtás. Ugye emiatt ez már alapvetően lehet formázás, meg mindenféle probléma. És a következőt akarom kipróbálni, ilyen pici gumidarabot fogok oda tenni be, amivel rá fog egy kicsit tudni jobban szorítani ez az egész rendszer. Ezt meg fogjuk most próbálni ezzel a pici gumidarabbal. Ugye a sebességteszt az most is megy, de hát ugye ez mindjárt elszáll hibával, vagy hát nem tudom, hogy miért nem jelez hibát. Benne van ez a gumidarab, és nézzük meg, hogy most milyen lesz. És nem tudom, látszik-e, próbálom mutatni. Benne van ez a pici gumidarab, most teljesen jó működik. Na most akkor, jó. Most el fogok indítani egy olyat, hogy performance test. Na megnézzük, hogy erre mit szól. Ugye ilyenkor egy formázást csinál maga a meghajtó. Ugye a fejre gyanakodtam, de nem feltétlenül biztos, tehát ez könnyen elképzelhető, hogy nem a fej problémája egyébként a formázási hiba, hanem egyszerűen megcsúszik a lemez, és ennyire elveszte a fordulatszámot, hogy ugye ez is okozhat problémát. Meglátjuk. Ugye le kell formázni a lemezt, majd ezek után írás-olvasási műveleteket fog rajta végezni, és meglátjuk, hogy ezek után mit fog reagálni. Igaz, ez csak az egyik fejjel fog most dolgozni, de hát ha már ez normálisan lefutna, akkor lehet, hogy megpróbálkoznánk újra a 1571-es móddal. Ugye ott is van, de arra is van nekünk performance tesztünk, meg különböző diagnosztikák. Hát most küzdünk, próbáljuk ezt a mechanikát életre kelteni. Ugye egyébként itt látszott is azon a picike kis része, a mechanikai teszt oké, azt mondja. Látszott is ennek pici mechanikai része, hogy itt volt egy ilyen öntapadós, mint a két oldalú ragasztó lett volna, mintha ilyen már lett volna valami ragasztva. Lehet, hogy gyárlag is volt, nem tudom megmondani. Most különböző írásokat végez magán a lemezen. Eddig semmi hibát nem dobott rá. Ez alapvetően már pozitív. És azt mondja, passed. Tehát ugye, igaz, ez 1541-es mód, de erre azt mondta, hogy passed. Na most, én azt fogom most csinálni, visszakiveszem ezt a cartridge-et. Kiveszem ezt a lemezt, és újra megpróbálkozunk a C128-as móddal. Kiveszem ezt a diagnosztikai cartridge-et, és akkor nézzük meg, megpróbálkozok újra ezzel a diagnosztikával. Úgyhogy most benne van az a picike kis lemezke ott. És mindjárt megnézzük, hogy... Benne van, nézzük. És látjátok, szépen beolvasta, eddig nem olvasta be a lemezt. El is indult a diagnosztika. Lehet, hogy ennyi volt a probléma. Reméljük. Na nézzük, azt mondja, hogy menjünk bele a diagnosztikába. És azt mondja, 1571-es tesztet fogunk végezni, és mégpedig lenne, ugye itt egy alig ment tesztet végeznénk. Tehát ugye egy 5-ös tesztet fogok végezni. Így, azt mondja, hogy most ugye végig tudnám tesztelni, ezt majd valószínűleg végig fogom tesztelni egyébként, de most per pillanat arra vagyok kíváncsi, hogy maga a mechanika egyébként rendben van-e, meg tényleg működik. Megnézzünk egy ilyen alig ment tesztet, drive alig ment. Ugye itt ez az egyes pont lesz, kiválasztom ezt az egyes pontot. Azt mondja, hogy
Hát van ALPS, meg Neutron is alig ment, ugye ez az a baj, ez a Mitsumi meghajtó, hát itt nagyon sok minden nincsen benne ebbe. Nem is tudom, hogy ez ezen működik az alig ment teszt egyébként. Megnézzük, jó? Hát most nem is tudom, melyiket nézem, mert hát ugye ez egyik sem. Legyen Neutron is. Nem tudom, tehát... Ugye most olvasnak a fejek, most írja, hogy az alsó fej olvas. Azt mondja, alig ment on track üzen. És akkor most lehetne elvileg plusz-minusszal lépdesni a fejjel, elvileg. Upper head. Ugye ez volt a törött. És hát működik. Működik, jó. Akkor most azt megnézzük, most megnézzük megint a formázást, jó? Mert nem tudok jobbat kitalálni erre. Újra elindítjuk a formázást, megnézzük, hogy most leformázza a lemezt. Ugye berakjuk ezt a diszket, és akkor itt nyomok egy resetet neki. És újra egy híderrel megpróbálom leformáztatni a lemezt. Beírom újra, és akkor nézzük, hogy jó lesz-e. Híder. Mindig ezt a gombot nyomom. Disk. Vesző I. 01. Vesző Drive 0. Vesző 8. Biztos? Igen. És nézzük. Kíváncsi vagyok rá. Eddig megálltunk hibával. Most megy szépen egyébként, mutatom nektek. Azt mondja, hogy ready. Most nem dobott hibát. És leformázta rendesen. Nos, azt gondolom, hogy a mechanika teszt itt ezzel véget fog érni. Ezt a kis gumit oda be fogom alá tenni. És úgy gondolom, hogy a mechanikát most én úgy ítélem meg, hogy ez használható, működőképes. Olvassa a másik meghajtó által írt lemezeket. Nyilván itt kell egy oda-vissza érdemes kipróbálni, hogy mind a két meghajtó normálisan működik-e. Én úgy gondolom, hogy innentől kezdve értelmet nyert a projekt. Tehát most, amikor már a videóban ezt a részt látjátok, amikor ezt mondom, hogy értelmet nyert a projekt, akkor tulajdonképpen ennek örülhettek, mert ugye azért láttátok ezt a részt, mert elkezdtem ezt a projektet. Nyilván a végét nem tudom, de ez egy alapvetően egy olyan kérdés volt, ami valljuk őszintén egy olyan próbálkozás, aminek még én is azt mondtam, hogy hát, hogyha ez sikerül, akkor nem tudom, hogy mit évő legyek. Hát nézzétek meg, hát egyszerűen érdemes megfigyelni ezt a dolgot. Tehát annyira, hát nem hogy vicces, de most nem akarok rá jelzőket mondani, de hát nézzétek meg, ott van benne a zsilettenge. Tehát remélem látszik, ott van benne a Wilkinson penge, és azt tartja a fejet, és teljesen jól működik, és sikerült összerakni, tehát egyszerűen ez hihetetlen, és olvassa a lemezt, és működik, és ő olvassa a lemezt, és nem az van, hogy valami kamukéró az egész, tehát mint amik szoktak lenni ilyen, nem tudom milyen restaurálásos videók, hogy találnak a mocsárba egy tévét, aminek le van törve a képcső nyaka, következő képen meg már működik a tévé. Tehát itt ezt tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez most egy olyan próbálkozás számomra is, hogy hát a semmiből próbálom ezt a flopit összeépíteni. De nem beszélek tovább. Mivel a mechanika rendben van, ezért ezt most elrakom, a mechanikát, és az az igazság, hogy most fog következni az a fekete leves, hogy megpróbáljuk az elektronikát is rendbe tenni. Ez egy érdekesebb dolog lesz, hiszen az elektronika hiányos. Meglátjuk, hogy mit tudunk belőle
kihozni. Leellenőrzöm, amit le tudok benne, ami hiányzik, azt pótolom benne, és meg fogjuk látni, hogy mi lesz. Illetve van még egy feladatom, ugye a tápegységet is meg kell konstruálnom, hiszen nincsen tápegység, aztán hiányoznak ezek a tartófülek, ezek valószínűleg egyébként, hát egy fémből vannak eredetileg, de gyanítom, hogy én ebből nem fém lesz, hanem valószínűleg tartom, hogy műanyagból fogok ilyet készíteni bele. Meglátjuk, hajrá, folytatom tovább a projektet. És akkor itt lenne magának a 1571-nek az elektronikája. Alapvetően, hogyha megnézzük magát a panelt, akkor azt tudom róla mondani, hogy amit már eddig is láttunk, hogy hiányzik belőle a ROM, hiányzik belőle a CIC, illetve innen hiányzik egy 74 F32, de ehelyett LS32 lesz, ami bele lesz ide téve. Azt hiányzik egyébként minden mást. Én úgy vettem észre, hogy nem hiányzik más, tehát legalábbis látványosan így nem látok rajta semmi olyan dolgot, ami beavatkozás lett volna rajta. Egyébként nincsen szétbarmolva. Én még azt se tartom kizártnak, hogy nem volt semmi baj, csak egyszerűen elkezdték volna az alkatrész kitermelni, mert ugye a mechanika elromlott. Még ilyet is el tudok képzelni, hát meglátjuk. Ugye, amivel fogok kezdeni, hogy a forrasztani kell, hát hogy azért ebbe berakok egy foglalatot ide, és egy foglalattal fogom berakni ezt az IC-t, remélem nem lesz túl magas egyébként, mert elég közel van hozzá a mechanika, amikor összeszereljük, de szerintem ez elfér. Így, hát nagyon remélem. Hát ha nem, akkor plusz munkát csinálok magamnak, de az igazság, hogy jobban örülnék, ha így foglalatban lenne, mert akkor, ha valami gond van, tudom benne cserélni ezt a dolgot. Ugye ezt gyorsan be is forrasszuk ezt a foglalatot. És ugye ez egyetlen egy dolog van tulajdonképpen, ami ilyen forrasztósnak néz ki ezen az alaplapon. Hát nyilván utána meg fogjuk próbálni ugye üzembe állítani magát az alaplapot. Az első próba az lesz, hogy meg fogjuk próbálni 5 volttal megtáplálni, és megnézzük, hogy 5 volt, az 5 voltnál nincs-e túl nagy áramfelvétel. Megnézzük, hogy minden áramkör megkapja a feszültséget. Megnézzük, a processzoron van-e órajel, megnézzük a 1772-n van-e órajel, megnézzük a CIA-n van-e órajel. Megnézzük, van-e valamilyen adatforgalom az adatlábakon. És körülbelül ennyi. Jó, ezt bele is raktuk. És akkor hát ezt is rakom, tehát én igazából ezen nem sokat fogok most variálni. Ugye berakjuk ezt az IC-t, ezt már ide készítettem. Ugye ez az LS32. Ugye 16 MHz-es kristály. Itt ezt majd megnézzük, hogy hol jön le róla a 16 MHz. Egyébként túloldalán is tudjuk mérni. Itt úgy látom egyébként, de valamelyik, ez úgy szokott kinézni, hogy valamelyik ilyen ferigyűrűs részen ez valószínűleg megjelenik majd. Ugye itt van a ROM, ugye ebbe beleégettem már egy ROMot, ugye ez a legújabb ROM, ami volt ehhez a meghajtóhoz. És ugye hát itt van egy CIA IC, ez egy Amigába való CIA, ez egy 8520 PD, elméletileg jónak kéne bele lenni. Működni kéne vele neki. És elvileg az áramkör így elvileg egyébként kész is van. És akkor most azt fog következni, hogy ugye nincsen neki tápcsatlakozója. Készítek ide egy tápegység tápcsatlakozót, aminek egyelőre még a másik végén szabadon fogom hagyni, azon fogom tudni megtáplálni tápfeszültséggel. És akkor megnézzük, 5 volttal megjáratjuk először, első körbe. 12 voltot nem adok neki majd, csak az 5 voltos ágat fogom neki először bekötni, és akkor megnézzük, hogy úgy éledné a maga gyakorlatilag a számítógép, mert az ugye egy számítógép, hogy gyakorlatilag élede, hogyha mutat életjeleket, akkor pedig mindenféleképpen kipróbáljuk majd a mechanikával is. Jó, megcsinálom ezt a kábelt, és akkor jövök ide-vissza. És akkor elkészítettem, ugye itt van a csatlakozó, ugye ez egy ilyen PC-s csatlakozóból készítettem, és alapvetően most az 5 voltos ágat fogjuk nézni.
ugye adok neki egy GND-t, és akkor ott van ugye a tápegységem, és nézzük mennyi áramot vesz fel, 600 milliampert, ezt én most erre rákapcsolom, és ilyenkor nézzük meg, hogy nincs-e valami IC, ami melegszik, esetleg nagyon. Nem érzek semmilyen melegedést. Jó, most akkor ezek után következő fog jönni, elindítom az oszcilloszkópot. És ugye az első kör az az lesz, hogy meg fogjuk nézni magát az órajeleket. Ugye az órajelekkel fogok indítani, egy GND-t adok, ugye ezen egy GND van. És megnézzük az órajeleket. Legis-legelső órajel, ugye itt a kvarcnál, ez valamelyik ilyen FB áramkörön megvan. Úgy van. 16 MHz, tehát megvan a 16 MHz-en. Rendben van. Meg kéne nézni, hogy a 6502 megvan az órajel, itt ez a 38-39-es lábon van, azt hiszem. Nem tudom pontosan melyiken. Azt mondja, hogy... Így van. Ugye 1 MHz-es jel, órajel van itt. Tehát megvan az 1 MHz. Meg kéne lenni itt a 1772-n, mindjárt megnézem pontosan, hogy melyik az a lába. 1772-nek is lenni kell egy a 16-os lábán. Tehát azt mondja ez 14, 15, 16-os lábán. Lehet, hogy nem az a 16, lehet, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16-os lábán lenni kéne órajelnek, de nem látok rajta órajelet. Hát ezen a lábon én nem látok 15-16. Ezen a lábon lennék én órajelnek, és nem látok rajta órajelet. Pedig az IC melegszik, de lehet, hogy én nézek el valamit. 18-as lesz az, nem a 16. 17-18, így van. 18-as lábon. Itt lenni kell 8 MHz-nek. Ott a 8 MHz, tehát rendben van, az is megvan. Azt mondja, hogy lenni kell nekünk órajelnek 6526-on is lenni kell órajelnek, mégpedig le, ugye ott, ha jól emlékszem, a 25-ös lábán, tehát ugye ennek a 25-ös lábán lenni kellene, ugye ez 20, 21, 22, 23, 24, 25-ös láb, így van, ott lenni kell szintén, 1 MHz-nek lenni kell, ugye ott van az 1 MHz, nagyon jó. 65, 22-n is lenni kell, azt hiszem, de azt nem tudom pontosan, itt van, ott is a 25-ös lábon lenni kell, tehát ennek is lenni kell a 25-ös lábán. A 65C22, 1, 2, 3, 4, 5, ott is megvan, úgy látom az órajel, így van, az is megvan, rendben van. Azt mondja, ugyanígy ennél a 1, 2, 3, 4, 5, itt is megvan az órajel, ez is rendben van. Oké, és úgy látszik, hogy nagyjából azért megvannak az órajelek. Azt nézzük meg, hogy itt a különböző, megkeresem itt alapvetően a processzort, 6502-es processzor, itt van. Ugye nézzük meg alapvetően a különböző adatvonalakat, mondjuk ott a, nézzük meg a 26-27-es láboktól kezdve, tehát 1, 2, 3, 4, 5, mondjuk ez. Van rajta adatforgalom, ezen is. Tehát úgy látszik, hogy egyébként megy, mert ugye látszik az adatforgalom van rajta. Tehát ugye úgy látszik, hogy valamit csinál. Na most, akkor a következőt fogom most csinálni. Mondtam nektek, ugye beszéltünk arról, ezt le is kapcsolom, ezt a tápot. Leveszem innen, ahogy úgy megfusson. Mondtam nektek, hogy ugye most az fog történni, hogy miután beraktam az alkatrészeket, meg fogjuk nézni, hogy hogy alapvetően nem keresem most tovább a hibát, hanem megnézzük a mechanikával. Ugye a mechanikát most már tudjuk, hogy jó.
Tehát a mechanikát kipróbáltuk egy működő drive-ba, tehát az biztos, hogy jó. Ennek teszek egy tápot, egyenlőre egy ilyen pici tápegység lesz rárakva. Ugye elméletileg ennek ki kell szolgálni, hát láttátok 600 mA tesz fel az 5 voltból. Elvileg ez a táp el kell, hogy bírja. Még a motorokat is. Nem valószínű, hogy véglegesen ilyen tápot fogok rajta hagyni, de a próba kedvéért jó lesz. És akkor megnézzük, összerakjuk, összekábelezzük, és megnézzük az asztalon, hogy mit csinál. Hogy keressük-e tovább a hibát, vagy az is lehet, hogy működik. Jó? Ezt összekábelezem, ezt most nem videózgatom, még ezt bekötöm, és akkor tulajdonképpen utána jó is lesz. Vagy még azon gondolkozok, hogy lehet, hogy nem is azt csinálom, hanem erre teszek egy ajzatot, sőt az lesz, hogy erre teszek egy ajzatot, és nemes egyszerűséggel fog kapni egy 15-41-2-es tápot. Az lesz a legegyszerűbb, és arról fogom megjáratni. És összeállítottam akkor itt végül is a mechanika, össze van csatlakoztatva az elektronikával, rajta van a táp, és nézzük meg, hogy mi történik, hogyha most táp alá helyezem. Ráraktam ugye az előlapot is. A LED az jól gyulladt, tehát kigyulladt a power LED. Hopp, szerintem nem jó van rácsatlakoztatva a kábel. Valószínűleg tartom. Mert most... Nézzük csak még egyszer. Igen, mert ugye a power LED az világít folyamatosan. A drive LED az tulajdonképpen elalszik. Most ugye azt néztem, hogy a meghajtó mit csinál. A meghajtó megmozdul, tehát ez olyan, mintha a meghajtót valami érzékelné, tehát a meghajtó az odébb mozdul. Nézzük csak meg, hogy... De ugye nincs végállásba, tehát csak megmozdul a meghajtó. Viszont a motor az megy folyamatosan. Ez nem jó jel. Ez jó jel, tehát ez azt mondaná, hogy itt rendben van minden, de a motor az megy állandóan. Hát nézzük meg, hogy géppel mit csinál. A resetre reagál egyébként. Be van állítva ugye a 8-as device-ra. Sajnos hát ugye ez a device not present error küldi. Hát igen, tehát azért ez látszik, hogy van még valami probléma. Kikapcsoljuk, egyébként érdekes, nem marad resetben. És egyébként ha kikapcsoljuk a C128-at, olyan resetbe kéne ennek maradni. Nem marad resetben, tehát itt valami gond van még. Jó, vissza szétszerem és megnézzük, most azt fogom megnézni, ugyanis úgy néz ki, hogy ugye a motort megy, de folyamatosan megy a motor, tehát nem áll le a motor. Most ugye ezt tudni kell, hogy itt a motor vezérlés is ugye a nem külön van megoldva. Olyan, minthogyha félig, olyan, minthogyha valami működésre utaló jel van, de mégsem működik. Hát most első körben azt tudom csinálni, hogy végignézem az adatvezetékeket meg a címvezetékeket, megnézzük melyiken milyen jel van, nincs-e valamelyik vezeték megülve esetleg, vagy nincs-e valami ilyesmi probléma. Első körben ezen keressük a probléma forrását. Meglátjuk, jó? Leállítom a felvételt, visszarakom, és akkor utána folytatom. Nos, itt vagyok, és akkor elindítom újra az alaplapot. És akkor elkezdem nézni először, megnézzük az adatvezetékeket, hogy az adatvezetékeken mi a helyzet. Ugye 6502-t fogom mérni, ugye ő a processzor, ugye ővele fogok méricskélni, és akkor ugye úgy van, hogy a 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, tehát a 26-os lábtól kezdve kellene lenni az adatvezetéknek, tehát 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nézzük a jelet a szkópom. Adat van, tehát ez jó. Következő láb. Ez is 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 jó. Következő láb. Itt is van adat. És azt hiszem ez az utolsó. Itt is van. És azt hiszem ez már. De még ez is az. Ez is adat láb. És akkor ez már azt hiszem, hogy nem az lesz. Így van. Ez már nem az a láb. Ez már a 40, 39, 38, 37, 35, 35, 34-es láb. Ez már nem ez, ez már egy
másik szignál, de maga az adatvonalak úgy néznek ki, hogy rendben van. Most nézzük meg a címvezetéket. Ugye a címvezeték az úgy indul, hogy az A0-ról, tehát a 9-től indul, a 9-es lábtól. Tehát azt mondom, hogy ugye 1, 2, 3... Valamit olyan meleg, csak nem tudom mi, valamit melegszik csak. Mindegy. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-es láb. Nézzük a szkópot. Hát ez most ezen végül is van. Adatjel, változik a jel, tehát ugye ez úgy nagyjából rendben van, ennek valami ilyesminek kell lenni. 10. Ez is. Habár érdekes, hogy azért nézzétek, csak itt a... De nem, az is úgy van. Jó, tehát ez úgy nagyjából rendben van. Következő. Hát, fogjuk rá erre is. Na, ez viszont érdekesebb. Nézzétek csak meg, hogy itt sokkal ritkább a jel. Tehát nézzük meg mondjuk az előzőt. Ez az előző. Ez a következő. Nézzük a következő lábat. Ez is olyan ritkásnak tűnik. Végülis van adatmozgás még itt is. Tehát ezt úgy nehéz megállapítani egyébként. Ugye van adatmozgás, látjuk. Viszont nézzétek meg, hogy milyen különbség van a jeleknél. Van ez, és akkor az a következő lábnál teljesen más jelszint van. Tehát valami nem kerek. Ez megint, nézzétek csak meg, ezt a lábat, meg ezt. Ez az egyik. Következő. Következő. Tehát itt mintha valami nem lenne teljesen oké. Nézzük a következőt, ez is olyan, ez is megint más. 19-es láb. 19-es láb az A10. A10-es vonal, a gyerekek, meg van ülve, mint az iszap. Ez semmi. Tehát az A10-en nincsen semmi. De a 20-as láb az nincsen bekötve, tehát A10-en nincsen semmi. 21-es láb. 21-es láb. Az szintén nincs bekötve, tehát azzal nincsen gond, az valami más jel. Igen, az GND, 22. 22-es láb viszont, ez az A12, hát ez is túró. Hát ez is semmi se. Ez jó. Oké, nem is nézegetem tovább. Következőt tudom megállapítani most. Valami. Van adott forgalom, tehát valamit csinál a dolog, melegszik is ugye a processzor, de alapvetően itt adatvonalak hiányoznak. Hogy most ezt mi okozza? Na, ezt kell kideríteni. Tehát ez szinte biztos, hogy nem normálisan működik. Ezben szinte 100%-ig biztos vagyok, hogy ez nem normális működés. Ez a dolog. Tehát ezeknek a magának a címvezetékeknek, meg az adatvezetékeknek közel azonos jelet kell tudnunk mérni, jelformát, hiszen digitális jelek jönnek, és ez ugye olyan nincs, hogy az egyik adatvonal csak nullák jönnek, vagy néha-néha jön rajta egyes, vagy nem is jön. Maga az A12 gyakorlatilag teljesen meg volt ülve. Jó, mondom, az 19-es láb, vagy az A10, nem az A10, teljesen meg volt ülve. Tehát azon gyakorlatilag egyáltalán nem volt semmilyen jelforgás. Ugye most ez mi lehet? Ugye a következő, lehet rossz a processzor, vagy lehet olyan integrált áramkör rossz, ugye, ami erre van rákötve. Ugye erre, hogyha megnézzük a kapcsolási rajzot, ugye mi van erre rákötve? Ugye meg tudjuk nézni, hogy gyakorlatilag ugye rá van kötve a ROM, rá van kötve a RAM. A ROMot most írtam, nem hiszem, hogy rossz lenne. Rá van kötve a ROM-RAM, ugye megnézzük a 6522-ből például mi van rákötve. 6522-ből látszik, hogy ugye abból az adatvezetékekből kevés van rákötve.
azt mondja, ha megnézzük, ebből megint kevés van rákötve az adatvezetékekből. Tehát igazából az a poén, hogy az adatvezetékeknek ennek a felső részének igazából Rambó sincsen túl sok minden rákötve, mert egyébként, hogyha megnézzük a Ramból is, az A10-ig, ha bár ott még lehet probléma, tehát egyébként még a RAM is okozhatná. A ROM-ra nem hiszem, mert azt most írtam meg, és azzal nem volt baj, igazság szerint. Jó, én azt gondolom, hogy itt ezekre a felső adatvezetékekre gyakorlatilag semmi más nincsen rákötve, csak a processzor, úgyhogy én most azt fogom csinálni, hogy ki fogom szedni a processzort ebből a foglalatból, illetve a magába az alaplapból, teszek be egy foglalatot, és ki fogjuk próbálni másik processzorra. Mert én a processzorra tippelnék most első körben. Persze nem feltétlenül biztos, hogy ő aludas, de őt ki is tudom cserélni. Teszünk be egy foglalatot, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz. Úgyhogy lássunk hozzá. We'll be right back.